Tudja, hogy maga nagyon csinos. Csak ez a frizura. Ki hord manapság kontyot? Én. Bocsásson meg, nem akartam megbántani. Csak olyan furcsa. Mi a furcsa? Hát ez az egész. Az ember mindig meglepődik, ha váratlan fordulatok érik. Nem hiszek a váratlan fordulatokba. Mindent ki lehet számítani előre. Tegnap az egyetemen ki tudta volna számítani, hogy most itt fog velem állni? Hát... Az élet nem matematika. Sokszor hiába a differenciál számítás, hiába a Stokes-tétel, néha az egyszer egy is feje tetejére áll. Kétszer kettő mindig négy. Mindig négy. De néha öt. Ostobaság. Nem hiszem. Kétszer kettő néha öt, minden tételt félre lök egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Kétszer kettő mindig négy, érzelmekben nincsen tét, mert az, aki számol hibákat, ritkán vég. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondtalan, és egy nap semmi sem megy, mint tegnap. Váratlan fordulat, felbúl egy perc alatt, csak nézel, s olyan különöset érzel. Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mind-mind jobban, szerelem hozza ezt a nagy változást, s ez áthúz egy vonással meg annyi számítás. Akik a vizsgán megbuknak, kérem, ők semmit nem tudnak. De aki mindig tervet készít, az is egy érző ember csak. Mikor a szívről van szó már, aki nem számol, rosszul jár. Ezen a téren sajnos kezdő, aki a számpamban talál. Kétszer kettő, néha öt, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Kétszer kettő, néha öt, minden tételt félre lök egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Éltem én boldogan, nagy bölcsen gondtalan, de egy nap semmi sem ment úgy, mint tegnap. Páratlan fordulat, feldúl egy perc alatt, csak nézel, s olyan különöset érzel. A lecsó! Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mind-mind jobban, szerelem hozza ezt a nagy változást. Ez áthúz egy vonással meg annyi számítást. Wow.